Igazi családi programmá nőtte ki magát a múlt hétvégén megrendezett újbudai kertészeti kiállítás és vásár. Itt kicsik és nagyok egyaránt megtalálták a nekik tetsző programot. Az előadások központi témája idén az allergiamentes kert volt, és amíg a szülők az előadást hallgatták, vagy éppen válogattak a pompás növények között, addig a gyerekeket a mesekert várta, különféle termésjátékokkal, illetve a kertészkedés világába kalauzoló akadálypályával. Természetesen egyéb újdonságot is tartogatott a kiállítás. A vizek éve lévén minden eddiginél több kerti tavat láthatnak az ide látogatók. Ezokból a Duna-Dráva Nemzeti Park a kiemelt vendégünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium fővédnöksége alatt. A másik ilyen érdekességünk, hogy ma délután egy érdekes előadás hangzik el az allergiamentes kertekről. Azt hiszem ez is sokakat érdekel. További érdekességünk, hogy a gyerekek számára olyan játék lehetőségeket is biztosítottunk még, ami eddig nem volt. Van egy minigolf pálya bemutatónk is. Tehát sok szabadidős programmal is növeltünk. Ami még érdekes lehet a virágot kedvelők számára, hogy a tavainál sokkal több virágosunk van, hogyha szétnézünk, ebből is lehet látni, mintegy 20%-kal nőtt a kiállítók száma, és ezen belül is a növényesekért. Az idő gyönyörű, úgyhogy remélem, hogy mindenki jól érezheti magát. Ugye erre a rendezvényre elsősorban azok jönnek el, akik nagyon szeretik a növényeket, a virágokat. Kettős cél, vagy azok, akik vásárolni akarnak a telkükre, szobájukba, vagy ajándékba, vagy pedig csak nézelődni, élvezkedni, hiszen van mit látni. Ez egy tavaszi rendezvény, a hosszú téli hónapok után mindenki örömmel szabadul ki a lakásából. A vízévére való tekintettel az előbb említettem, még hozzátenném gyorsan kiegészítésként, hogy mi is építettünk egy gyönyörű kis kerti tavat, ami pihenőparkká szeretnénk majd fejleszteni a továbbiakban. Azok is kijönnek persze, akik szórakozni akarnak, mert ebben a környezetben egy picit a természet közelébe érezheti magát valaki. Úgyhogy kijön, egész napot eltölti, ezért is gondoskodtunk olyan családi programokról, amelyeket lehetővé teszi, hogy a vásáron kívül kultúráltan töltse el az egész napját. Látványsátorban izgalmas előadások lesznek, az előbb említett allergiamentes kerteken kívül lesz bonzáj bemutató, orchidea bemutató, lesz különböző szakmai előadás, ingyenes szaktanácsadás. Tehát szinte mindenki jól érezheti magát, akit egyáltalán érdekel ez a világ. De azoknak sem kell szomorkodniuk, akik lemaradtak a szabadtéri családi programról, ugyanis április 18-a és 20-a között. Ugyanitt rendezik meg az ÍZ-fesztivált, ahol több tájegység mutatja be a főző tudományát. A újbudai dísznövénykiállítás folytatásaként a jövő hétvégén ugyanitt ÍZ-fesztivált tartunk, három vidéki régió megjelenésével, akik folklór környezetben bemutatják a saját ízvilágukat kültéri, szabadtéri főzés keretében, miközben a kulturális programjukat mutatják be a színpadon. Minden napnak más-más a vendége. Pénteken Székelyudvarhely, szombaton Kozárd, Galgamente, Palócföld, vasárnap pedig a szatmárcsekeiek, a régi-régi vendégeink mutatják be ők maguk kultúráját és a környezetű kultúrát is. Jönnek a megyfesztivál bemutatóval, a híres cinkefőző versenyből kapunk egy kis hangulatos bemutatót. Jövét végén is várjuk a látogatókat.